Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió heti hírösszefoglalóját, a Krónikát látják. Jöjjenek a részletek! Egyedülálló formavilág, különleges szolgáltatások, elegáns megjelenés. Megnyitott az Ellipsum élmény és strandfürdő. A 4 évszakos komplexum egész évben várja a Miskolcra látogatókat. Az 5 ellipszis alakú épületben valamennyi korosztály külön részleget kapott. Van sok pezsgő élmény és wellness medence, 3 csúszda, a legkisebbeknek pedig gyermekmedence és vizes játszótér. Miskolc legújabb élményfürdőjét pénteken hivatalosan is megnyitották, a nagy közönség szombaton vehette birtokba. 5 ellipszis alakú épület és meg annyi élmény, látnivaló és különlegesség. Megnyitott az Ellipsum. A komplexum területén mindegyik korosztály külön részleget kapott. Sok pezsgő, élmény és wellness medence, 3 csúszda, gyermekmedence, vizes játszótér és az országban szinte egyedülálló, virtuális utazás nyújtó VR csúszda is várja a fürdőzőket. Az ünnepélyes megnyitón a Ripple fivérek lélegzetelállító bemutatója kápráztatta el a vendégeket. Az Ellipsum építése 2019 nyarán kezdődött, a bokréta ünnepet pedig körülbelül egy évvel később tartották. A nyitást a koronavírus miatt hozott intézkedések nagyban hátráltatták, de az enyhítéseknek köszönhetően végre fogadhatja a vendégeket. A miskolci turizmus ismét Európa élvonalának közelébe kerül, és a mai naptól ez a gyönyörű fürdő nem csak örömet okoz majd a vendégeknek, hanem formál majd minket. Az élményfürdő elkészülte újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány kiemelt feladatának tekinti a vidék fejlesztését, mondta Varga Judit. A beruházás a Modern Városok program keretében valósult meg, csaknem 13 milliárd forintból. Nem csak Magyarország kormánya nevében, hanem tőzsgyökeres miskolciként is igazán megtisztelő számomra, hogy önökkel ünnepelhetem az élményfürdő megnyitását, és közösen vághatjuk át majd városunk legújabb gyöngyszemének nemzeti színszalagját. A fejlesztés 70-100 új munkahelyet, és éves szinten mintegy 250-280 ezer új látogatót jelent Miskolcnak. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés révén megduplázódhat az eddigi vendégforgalom az üdülő területen. Veres Pál polgármester Miskolc-Tapolcán kívül a többi turisztikai desztinációról is beszélt. Mint mondta, 4 utazási célpont, számtalan élmény, de egy Miskolc, ez a cél. Hiszek abban, hogy az Ellipsum élmény és strandfürdő a maga egyedülálló formavilágával, élményeivel és szolgáltatásaival jelentős mérföldkő lehet ezen az úton. Az ünnepség a szalagátvágással végződött, ezzel hivatalosan is megnyílt a város legújabb turisztikai attrakciója. Szombattól mindenkit vár az Ellipsum élmény és strandfürdő. 700 millió forintos beruházás valósul meg a TS Hungáriánál. A vasúti járművek karbantartásával, fejlesztésével és építésével foglalkozó cég egy új kerékpár esztergát helyez üzembe 2022-ben. Ezzel 14 ezer helyett évente csaknem 20 ezer darab vasúti kerékpárt tudnak megjavítani. A vállalat évelején a piacvezető Magyar Vasúti Árufuvarozó Társaság a Rail Cargo Hungária 100%-os tulajdonába került. A cégvezetés szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek köszönhetően hatékonyabbá és gyorsabbá vált a működés. Vasúti kerékpárok sorakoznak egymás után a TS Hungária telephelyén. Ezeknek a futó felülete elkopott. A javításukat ez a hatalmas berendezés egy kerékpár eszterga végzi. Ezt a gépet 2014-ben telepítettük, és ennek a kapacitásával, ennek az üzemnek a kerékpár javítási képessége éves darabszámban 14 ezer kerékpárt jelent. 2022 első felében egy ehhez hasonló új esztergát telepítenek majd a csarnokban. A 700 millió forintos beruházással jelentősen nő majd a teljesítmény. 14 ezer helyett évente 18-19 ezer darab vasúti kerékpárt fognak tudni megjavítani. Az új berendezés ezt alapfunkciót tudni fogja, ezen túlmenően pedig alkalmas lesz arra is, hogy féktárcsával szerelt kerékpároknak a féktárcsáját is meg lehessen rajta munkálni. Az eszközpark bővítését a növekvő piaci igények indokolják. Az év első harmadának üzleti forgalma ugyanis 17%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának mértékét.
A hatékonyabb működés a tulajdonosváltásnak köszönhető, hangzott el a telephelyen tartott sajtótájékoztatón. A TS Hungária év elején került át a Rail Cargo Hungária 100%-os tulajdonába. A tulajdonosváltás nagyon sok járulékos hasznot hozott, ugyanis nagyon sok support funkciót azt egyszerűsíteni tudunk, humán pénzügyi vagy marketing területen, tehát ahol a Rail Cargo Hungáriának az üzemméret nagyságából adódó előnyöket ki tudjuk használni, illetve le tudjuk rövidíteni a termelési kapcsolatokat. Mi vagyunk a megrendelő, eddig ugye Bécsen keresztül kellett ezeket koordinálni, most viszont jobban tudjuk az érdekeinket itt igazából érvényesíteni. A miskolci járműjavító munkájának csaknem a felét a Rail Cargo Hungária adja. A cég vagonjainak egy részét 6 évente Miskolcon újítják fel. Az igény pedig más vasúttársaságok részéről is jelentős, tette hozzá az igazgatóság elnöke. A sajtótájékoztatón emellett a TS Hungária szakember utánpótlásáról is szó volt. A társaság a jelenlegi 420 fős munkavállalói létszám folyamatos bővítésére törekszik. Acélszerkezetes házelemek gyártásával segíti a felzárkózó településeken élőket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A Miskolcon készült könnyű szerkezetes házakba segélyszervezeteken keresztül költözhetnek be a hátrányos helyzetű családok. Azon túl, hogy az emberek otthonhoz jutnak, a program munkalehetőséget is jelent számukra. Az elemeket ugyanis képzések után ők készíthetik el, és a házakat is ők szerelhetik össze. A miskolci beruházás a gyártógéppel együtt 110 millió forintba került. A programban foglalkoztatottak számát a jelenlegi 13-ról több mint 100-ra szeretnék növelni. Itt ebben a gyorsaság az nagyon fontos szerepet tölt be. 2 hónap alatt lakhatóvá válik egy ilyen ház. Azt a mintaházat mutatja a program egyik felelőse, amelyet hamarosan több száz követ majd. A lakóház 60 négyzetméter alapterületű és tovább bővíthető. Az acélszerkezetes házban fürdőszobát, konyhát, előteret és 2 szobát alakítottak ki. Az alapásás betonozás után egyszerűen, gazdaságosan és gyorsan alacsony iskolai végzettségűek is össze tudják szerelni. A gyártáshoz és az előszereléshez szükséges ismereteket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság képzésén szerezték a program résztvevői. Ha munka van, minden van. És minden fejlesztés végső célja a foglalkoztatás, fogalmazott Sztojka Attila. A főigazgató beszélt róla, hogy a termelőműhelyek kialakításával képzési és gyakorlati foglalkoztatási helyszínt is biztosítanak a piacképes tudás elsajátításához. A szerdai házgyáravató szerinte ennek jó példája. Olyan intézkedés, melyben a képzés, a foglalkoztatás, a mentális támogatás, a lakhatás együttesen jelenik meg. Nyugodtan mondhatjuk, talán szerénytelenség nélkül is, hogy egy újabb olyan intézkedés, amely korszakalkotó. Azért is, mert a hátrányos helyzetű emberek gazdasági integrációja csak komplex módon tud hatékony lenni. A házgyár 110 milliós kormányzati támogatásból valósult meg, kezdetben 13 ember foglalkoztatásával és 2 házszerkezet kialakításával. A tervek szerint a piaci megrendelések függvényében az ország több részén szeretnének hasonló összeszerelő műhelyeket létrehozni. A jobb életre való esély úgy gondolom, hogy mindenkinek jár. Csöbör Katalin beszédében azt emelte ki, hogy a járványhelyzet idején a kormány egyik legfontosabb törekvése a munkahelyek megőrzése volt, amely 17 milliárd forinttal támogatott több mint 50 borsodi vállalkozást. Hubai György szerint pedig ezek a könnyű szerkezetes házak szimbólumai lehetnek a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság munkájának, mert a leszakadó régiókban élőknek munkát adnak. A szociális rászorulókról történő gondoskodás Miskolc önkormányzata számára kiemelt fontossággal bír. Miskolc polgármestere szerint ezért kiemelten fontos az, hogy az úgynevezett házgyári projekt a Borsodi megyeszékhelyen kezdődött el. Tudjuk, hogy a város fejlődésének záloga az, hogyha a megfelelő módon az integrációt elősegítjük, segítjük a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását, és ez a segítség nem a segélyekben értendő, hanem oktatásban, munkaerőpiacra való visszavezetésben, lakhatási feltételek támogatásában és segítésében, és az egész életúton való gondoskodásról és segítségről. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot a Belügyminisztérium azzal a céllal hozta létre 2019-ben,
hogy több száz hátrányos helyzetű ember szerezzen magasabb iskolai végzettséget, szakmai ismeretet és mielőbbi munka lehetőséget kapjon, ezáltal pedig nagyobb jövedelemhez jusson. Először képzéssel indítunk, utána munka lehetőséget, megfelelő foglalkoztatást biztosítunk, és az itt legyártott házak pedig lakhatási lehetőséget biztosítanak a rászorultaknak. Én azt gondolom, hogy ez mérföldkő az esélyteremtésben, ezt a feladatot a belügyminisztérium koordinálja. A Házder két üzemegysége a gyártó és a szerelőcsarnok. A gyártócsarnok acélelemeket és könnyű gerendákat gyártó 23 méter hosszú gépsorát Kontrát Károly miniszterhelyettes indította el. Az eseményen elhangzott, az első ilyen könnyű szerkezetes házat Boldogkőújfalun adják majd át. Szeptemberre a Blátyottó villamosipari technikumban lesz az ország első ipari robotlaboratóriuma. A csaknem 200 millió forintos programban a Miskolci Szakképzési Centrum újabb magyar-szlovák határon átnyúló képzési együttműködést indított Kassa egyik meghatározó oktatási intézményével, a Szakkai József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolával. Miskolc és Kassa műszaki szakképzőiskolái közös munkába kezdenek, a tudást megosztják egymással. Akik itt végeznek, jobb munkalehetőségekkel és munkaerőpiaci pozícióval rendelkeznek majd. A fejlesztés részeként robotikai, számítógép vezérlésű, megmunkálógépeket és elektronikai oktatóeszközeket is beszereznek, az oktatók pedig szakmai továbbképzésen vehetnek részt. Ennek a programnak a keretében itt Miskolcon a Blátyottó villamosipari technikumba az ország első igazi komoly ipari robot laboratóriuma jön létre, amiben a hallgatókat, technikus tanulókat fölkészítjük arra, hogy a legkorszerűbb technikákkal tudjanak majd dolgozni. Ez elsősorban a robotika, de természetesen ez érinti azért a gépész, az informatikus és a villamos szakembereket is, tehát egy olyan képzőhely jön létre, ahova több iskolából tudnak majd járni diákok. Lejárt a türelmidő a tavaly megváltott havi és negyedéves parkolóbérletekre vonatkozóan. Ezek június 5-én éjfélig voltak érvényesek. Az enyhítések következtében május 25-től vált ismét fizetősi a parkolás a városban. A rendkívüli helyzet miatt a tavaly váltott bérletekre türelmidőt rendeltek el, valamint a megnövekedett ügyfélforgalom miatt ideiglenesen két helyszínen hosszabb nyitvatartással válthatták meg parkolóbérletüket a miskolciak. Hétfőtől azonban már csak a Széchenyi utcai ügyfélszolgálaton van lehetőség a vásárlásra. A 2020-ban váltott kombinált éves, zónás éves, lakossági éves és intézmény éves parkolóbérletekre vonatkozóan továbbra is él a türelmi idő. Ezek a bérlettípusok június 30-áig érvényesek. Pedagógus nap alkalmából óvoda pedagógusokat köszöntött a Miskolci önkormányzat. A magas szakmai munka elismeréseként 23-an vettek át pedagógus szolgálati emlékérmet a Városháza dísztermében. Veres Pál polgármester az ünnepségen azt mondta, nincs még egy olyan hivatás, ami annyira a bizalmon alapszik, mint a pedagógusoké, mert gyermekeinket bízzuk rájuk. Ezek a felvételek május végén a Katowice sporttagóvodában készültek az intézmény 50. születésnapján. Az óvoda vezetője és a gyerekek együtt ünnepeltek. A hétfői városházi pedagógus napon pedig Tótné Óvári Andreának is szólt a taps. 40 éves munkáját pedagógusi szolgálati emlékéremmel ismerték el. Ez a pálya számomra nem egy munka, hanem egy hivatás. Nagyon-nagyon szép az óvodapedagógusi pálya. Én erre szeretném biztatni a fiatalokat, hogy válasszák ezt a pályát. A pedagógus szolgálati emlékérem elismerést az Emberi Erőforrások minisztere 2016-ban alapította. Olyan szakemberek munkájának jutalmazására, akik legalább 25 éve a gyermekek oktatásáért, nevelésért dolgoznak, és idén vonulnak nyugdíjba köznevelési intézményből. Én úgy gondolom, hogy méltó zárása ez a gyakorlati óvodapedagógusi tevékenységemnek. Természetesen a szakmai együttműködésekben, különböző fórumokon, a továbbiakban is képviselem az óvoda ügyet. De nincs még egy olyan hivatás, nincs még egy olyan foglalkozás, ami annyira bizalmon alapszik, mint a pedagógusi. Veres Pál köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a bizalom abban nyilvánul meg, hogy gyermekeinket bízzuk a pedagógusokra.
A polgármester hozzátette, nehéz azt elfelejteni, hogy 3,5 évtizeden keresztül pedagógusként élte az életét. Valakinek a lelkét egyszer megérintette a csillogó, tudásra, szeretetre, nevelésre vágyó gyermekszem, akkor én azt gondolom, eldönti magában, hogy ő pedagógus lesz, és ezt az érzést, ezt a hivatást nem fogja elengedni élete során sohasem, még ha munkája esetleg más területre szólítja is. Hétfőn pedagógus nap alkalmából 23 óvodai dolgozót jutalmazott az önkormányzat emlékéremmel és virággal. Hagyományteremtő szándékkal idén először köszöntötték a városban dolgozó védőnőket. A Magyar Védőnők Napja alkalmából pénteken 11 olyan dolgozót tüntettek ki, akik 15, 20 vagy 35 éve vannak a pályán. Elismerést vett át többek között egy olyan szakember, aki 70 évvel ezelőtt vette át oklevelét, majd egészen 83 éves koráig volt vezető védőnő. A Kekkentor utcai tanácsadóban dolgozik területi védőnőként. Kisickiné Pecsenye Anikó gyermekkora óta készült a védőnői hivatásra. 15 éve végzett a Miskolci Egyetem egészségügyi főiskolai karán, azóta dolgozik területi védőnőként. Mindenképpen próbálunk mindent megtenni azért, hogy minden gyermek szerető családban és olyan körülmények között nőhessen fel, ami valóban jó és megfelelő, és elősegíti a gyermekeknek a mindenféle szempontból a egészséges fejlődését. A Bafiné Kökényes Ilona 70 éve diplomázott és 1955-től dolgozott Miskolcon védőnőként, majd később 83 éves koráig vezető védőnőként. Sok évtizedes, kiemelkedő hivatástudatát és szakmai munkáját emléklappal ismerték el. Hozzám tartottak a körzeti védőnők, az iskolavédőnök, iskolaszervezés, iskolaorvosi hálózat megszervezése, de amit úgy ráértem, jó 40 év alatt nagyon szívesen készséggel megtettem. A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet igazgatója 30 éve vette át védőnői diplomáját. Az általa vezetett intézményhez jelenleg 75 területi és iskola védőnői körzet tartozik. A kollégák, akik nálunk dolgoznak, nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sok a fiatal kollégina és családos édesanyák ők is, úgyhogy ezáltal a munkájukat még nagyobb szeretettel és tapasztalattal és óriási hivatás tudattal látják el. Erre nagyon nagy szükség van, mert ahogy változnak az évek, változnak az igények is. A védőnőket Varga Andrea köszöntötte, aki első diplomáját védőnőként kapta. Az alpolgármester azt mondta, a város vezetése úgy döntött, hogy ezentúl minden évben megünnepli a védőnőket. Fontos Miskolc számára, hogy azok a kollégáink, akik a városban nap mint nap olyan helyzetekkel találkoznak, és olyan feladatokat látnak el, amelyek a város lakóinak közérzetét javítják, azok a kollégáink megfelelő elismerésben részesüljenek. A Magyar Védőnők Napját 2008 óta minden évben június 13-án tartják, arra emlékezve, hogy 1915-ben ezen a napon alakult meg az Országos Stefánia Szövetség, Stefánia belga hercegnő védnökségével. Újabb ittas sofőrök állnak bíróság elé. A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte azoknak az ügyeknek a vizsgálatát, amelyeket 9 ittas járművezetővel szemben folytatott. Az esetek az elmúlt 1-2 hónapban történtek Miskolcon és a környező településeken. A rendőrkapitányság az iratokat már átadta az ügyészségnek. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatás alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Nyomatékosan felhívnám a figyelmet mindenkinek, hogy ne üljenek volán mögé, hogyha alkoholt fogyasztottak, és ne csak magukra figyeljenek, hanem figyeljenek társaikra is. Ha valaki mégis megpróbálkozna ilyennel, akkor nyugodtan szóljunk rá, ne engedjük a saját érdekében sem, és a többi közlekedőtársunk érdekében sem, hogy ilyen történjen. Hamarosan újabb fejlemények várhatók a Kandiakös sarkán, a Színvapatak fölött épített terasz ügyében. Az önkormányzat már nem először szólította fel a vendéglátóegység bérlőjét, hogy mielőbb bontassa el az építményt, és állítsa helyre az eredeti állapotot.
A Kandiaköz sarkán lévő szórakozóhely kálváriája tavaly nyáron kezdődött. Az önkormányzat júniusban vette észre, hogy a színvaterasznál az egyik szórakozóhely a patak felett építkezésbe kezdett. Ehhez azonban több engedélyre is szüksége lett volna. Beadott ugyan az önkormányzathoz egy kérelmet, de ehhez azt is előírták, hogy tulajdonosi, illetve vízkezelői hozzájárulást is be kell szereznie az építtetőnek. Mivel ez nem történt meg, ezért júliusban azonnali hatállyal leállították a patak feletti híd építését. Ezzel egy időben megindítottak egy olyan vizsgálatot is, amely kideríti, hogy az építtető milyen dokumentumok alapján kezdte meg a munkákat. A beruházó a színva fölötti terasz vasszerkezeteit azóta sem bontatta el. Rácsokat is felraktak a korábban lebontott korlátok helyére, de az állapotok továbbra is balesetveszélyesek. Ha itt beesne valaki úgy, hogy mi hagyjuk, hogy ez a jogellenes állapot fennmaradjon, akkor nekünk is bajunk lehet belőle. Az önkormányzat a közelmúltban ismét kötelezte az érintett vállalkozót a szabálytalan helyzet megszüntetésére. Nem lehet a tulajdonos, vagyis az önkormányzat hozzájárulása nélkül megépíteni. Ezért arra köteleztük az építtetőt, hogy bontsa el. Azért nem tettük meg hamarabb, mert a Covid vírusra való tekintettel nem akartuk, hogy itt olyan munkálatok folyjanak, amik esetleg veszélyeztetnék a kivitelezőket. Az ügyben megkerestük a szórakozóhely bérlőjét is, aki a témában nem kívánt nyilatkozni. Kitartó munkájukért jutalmazták az önkéntesek. A miskolci mentőállomás azoknak a fiataloknak adott át oklevelet, akik a koronavírus elleni védekezésben, elsősorban a mintavételek koordinálásában és lebonyolításában segítették őket. Mint elhangzott, a járvány az országos mentőszolgálat számára is új helyzetet teremtett, és plusz feladatokat is hozott. A mentések mellett naponta akár 1200-nál több mintavételt is el kellett végezniük. Ebben a munkában az elmúlt több mint fél évben, két műszakban több mint 100 diák segített a mentősöknek. Egy igazán erős napon a megyében körülbelül 250-300 mentési feladat van, amire a mentőegységet kell küldeni. Tehát ehhez képes voltak a napok, mikor ennek a ötszörösét kellett még pluszban ugye ellátni. És ezekben a feladatokban egy rövid betanítás után ezek az önkéntesek tökéletesen helytáltak, és elvégezték tulajdonképpen a mi bajtási közösségünk helyett ezt a munkát. Ne legyen nehéz az iskolatáska címmel indított jótékonysági akciót a Mirehu Nonprofit Kft. A kampány során megunt vagy kinőtt iskolatáskákat és feleslegessé vált iskolaszereket várnak, amelyekre a háztartásokban már nincs szükség, ám másnak nagy segítséget jelentenek a következő tanévkezdéshez. A felajánlásokat a Mirehu újrahasználati központjában a József Attila utca 65 szám alatt lehet leadni augusztus 15-ig. Ezt követően az adományokat még az iskolakezdés előtt szétosztják a rászoruló gyerekek között. Újra használjuk azokat a termékeket, amiket már mi nem akarunk, de bárki másnak mondjuk fel tudjuk ajánlani, és még az életét tovább tudja élni, és nem válik hulladékká. És hát itt a nyári szezon végével azt gondoltuk, hogy rengeteg iskolatáska, iskolaszer az, ami megmarad, és hogy keressünk egy utat annak, hogy ezt is tudjuk hasznosítani, és az arra rászorulóknak ezt begyűjtsük, itt mi kitisztítatjuk, és itt a nyár végén felajánljuk, majd ne kelljen erre az arrászoroknak költeni majd a következő tanév elején. A tesztek és orvosi vizsgálatok lezárultával csütörtökön délelőtt tartotta meg első edzését a teljes keretnek Kondás Elemér. A tréning előtt tartott tájékoztatón a vezetőedző beszélt a felkészülés menetrendjéről és az új szakmai stáb tagjairól is. A klub sportigazgatója pedig elmondta, lesznek még távozó és érkező játékosok is. A klub most elsősorban a támadó szekció megerősítésén dolgozik. Sajtótájékoztatóval kezdte a csütörtököt a DVTK sportigazgatója és vezetőedzője. Az eseményen elhangzott, hogy a hétfőn indult orvosi tesztek, vizsgálatok lezárultával elkezdődhet a munka. Igazából a itt lévő játékosok ma dolgoznak együtt először. Ma két edzésünk lesz, délelőtt és délután, holnap is szintén délelőtt, délután, valamint szombaton délelőtt. Eddig jók a benyomásaim, a játékosok normálisan állnak hozzá a munkához, de hát ez természetesen kell, hogy legyen, úgyhogy ezzel nem szabad problémának lenni. A körülmények azok rendben vannak, tesztek is jól működtek, úgyhogy abszolút pozitív benyomásaim vannak.
Több ismerős arcot is fel lehetett fedezni a már említett első nagy létszámú tréningen, de természetesen a klubvezetés még nem zárta le az átigazolási folyamatokat. Már több távozó és több érkező játékost is bejelentett a klubvezetés, és hamarosan megismerhetjük a vezetőedző mellett dolgozó új szakmai stábot is. De ahogyan a Piros-Fehérek sportigazgatója fogalmazott, természetesen nem álltak le, a háttérben jelenleg is zajlanak a keret megerősítését célzó tárgyalások. Ha ránéztek a keretre, akkor az látszik, hogy a támadó zónába kell az erősítés, legfőképpen, oda mindenképpen szeretnénk még játékosokat hozni. Neveket nem szeretnék mondani nyilván, mert a saját esélyeinket rontjuk ezáltal, hiszen ez egy piac. A csütörtöki sajtótájékoztatóról készült bővebb összefoglalónkat a sportpercekben láthatják majd. Önök a Miskolc Televízió heti hírösszefoglalóját, a Krónikát látták. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, Krónikával legközelebb is jövő hét szombaton várjuk Önöket. További szép estét, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!